Nagy volt az izgalom még márciusban a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumban. A diákok ugyanis itt írták meg az ÁSZÉV, vagyis az ágazati és az ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének második fordulóját. Az országosan több száz nevező közül végül több előkelő helyet is megszereztek a Tolna vármegyei diákok. Trenka Tímea a turisztikai ismeretekkel kapcsolatos tudásával például a 12. helyezést érdemelte ki. Meg voltak adva, hogy milyen tantárgyakból milyen témák lehetnek a tételeknél. Igazából az emelt szintnél, ami az emelt szintű érettségi megjelenik, minden olyan téma benne volt, és abból kaptunk, volt egy jó és egy B-tétel a szóvali döntőben. Az altétel egy turizmus rendszeretétel volt, annak nagyon örültem, mert az, az mindig jól ment az a tantály. A másik pedig egy kultúrvallás volt a Magyarországi Várak, és ott programok, ezeket kellett kifejteni. A szóbeli döntőt Miskolcon tartották, Tímea azt mondja, ahogy hazaértek, minden egyes napon megnézte az interneten, milyen helyezést ért el, majd amikor meglátta a 12-et, el sem hitte, olyan boldog volt. Ezzel az eredménnyel ugyanis pluszpontokat kaphat a felsőoktatási felvételikor. Érettségi után még szeretnék maradni itt egy évet idegenvezetőin, egy oká képzés keretében, az egy tanév, utána pedig Pesre szeretnék tovább menni a végiet nézegettem turisztika a Tolna megyei szakképzési centrumból a döntőbe egyébként érkeztek diákok Szexárról és Dombóváról is. Közülük 15-en értek el országosan is kimagasló eredményeket.